Megyünk, barát. Valahogy... Én... És ha én út lennék, én erre tenném. Aja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 j
Na jó van. Na hát ahol lehet alapvetően menni, ott azért a krokodil jól megy. Ha? De... Hol nem? Ott már szenvedős. Egyébként az a baj, hogy ennek nem olyan magas a felfüggesztése. Tehát ezzel ugye konkrétan összesen 42-es gumik vannak. Jó, nem sok. Tribálottam a jég, gyerekek, tribálottam a jég. Jaj. Ez az a pálya. Igen. Na? És papa! Yeah! Jó, gyors resupply. Miért kéne felmenni? Jó, oké, köszönöm. Oké, következő küldét. Mi van itt a közelben, amit meg lehet csinálni? Army reserve. Jó, az second, igen. Oda kell elvinni egyszer. Meg... jó, akkor én szerintem azt fogom megcsinálni. Nem, azt hiszem kezdem érezni ezt a truckot, mert úgy néz ki, ez a krokodil, hogyha olyan van, hogy egyébként úgy lehet haladni, és még mászni is kell, még akkor is jó. De ahogy jön ez az elsüllyedek, ki kéne úszni magamat a mit tudom, nyakig érő szarból, onnantól vannak problémák, és valószínűleg ez van a felfüggesztés miatt. Te vagy itt mögöttem? Mert egyébként meg egy fürgetett az állat. Állj. Én biztos nem, az a tandor lesz. Vagy én. Ez az enyém, sárga. Én komolyan mondom neked, itt én ezen a vonatállomáson fogok eltévedni, nem máshol. Állj. Nem ültem be a küldit. Ja, ez volt? Jesus. Aha, jó. Akkor is szépen kigyalunk. Igen, ez marad. Hol van, vajon? Önnek adunk a betonon. Thank you. Oh, Jesus. Jó. Na most. Ez mi? Egyébként itt az esti történetről szólván, ugye útkor említetted, hogy a nézők azok mit látnak és mit nem. És ezt az estét annyira azért nem. De ezt most nem látom? Hát én valamennyire látom, de ez olyan nagyon-nagyon én se. Akadjak már itt. Semmiben. Hát nem éppen, és ezt mondom, hogy a krokodil az lehet, hogy itt egy picit gyengusabb. Ne pozsítsd föl! Ne! Az első kanyarba felborultam. Na hát akkor azt mondom, hogy meg is nézem. Ha jön egy néződ, akkor ne ijedj meg. Jó. Nem fogok, ígérem. Azért ez derekos. De nézd meg, hogy milyen messze. Jó, jutottam a garázsból. De nem borultál meg. Nagyon nem. Majd most. Ez egy magas csúcs. Itt már, ne viccelj. Itt már. Fideszből se borul meg az ember, érted? Jó, hogy nincs. Ne már. Na végre. Nem egy pürge valami. Na, és ez mi?
Nekem kettőt kéne vinni, tudod? Ja. Egyébként lehet, hogy én visszaváltok az azóra. Jó, én pedig szerintem itt hagyom ezt a krokodilt, és bejönjük egy másik gépért. Hát nem szedjük le. Az így jó. Úgy jó, hogy van. Tetszik? És a családom is imádja. Az az. Ne vegyünk körülbelül, én visszajök a koronomba. Menjük egy boronnal, aztán kész, csak folytaszok rá megfelelő gumikat, mert ez fontos. Hát főleg itt, jó magon. Mégis csak nem annyira koronok, mint valami. Az Antarktik, ez... Vajon a dupla? MH-s gumit tegyek fel, inkább off-roadot. Mi ez? Láncosat. Láncosat. Mindenket vegyék, mindenket ha akarsz haladni a jégen, akkor láncosat. Mondjuk itt nem sok ilyen jeges emelkedő van. Meggondolandó, de... Menjünk a biztosra. Biztosra mit tudni? Igen. Inkább menjünk a biztosra. Ez jó lesz. Ez is jó lesz. Csak azon gondolkodom, hogy esetleg föltegyek-e magamra most egy darut. Hát egyet tegyél fel magad, szerintem. Tudod, Andor is mindig költözik. Nem hiába tízik. Ez igen, most én sem megtem úgy, mint hogyha nagyon izébre kéne számítani. Egy itt jön valaki. Nem én vagyok. Szerintem az Andor. Hát rajtunk kívül csak ő van játékban. Püst felhőt viszont. Oh. Egy szakadós jég, oda nem megyünk. Kapcsolok egy villanyt, úgy gondolom. Nem árt. Vagy csinálják nappal. Ahogy érzed. Na, csinálják? Nem kell. Ettől én még átmegyek mindenem ezzelről, és töröm szét az autómat. Tehát... Jó van, csinálom. Ja, másik gomb. Na, egyébként nem voltunk messze ám a reggeltől, tehát 4 óra volt. Látom. Virtuális valóságunkban. Ooh, yeah. De Goran is el tudok adni, hogyha akar. Nekem ez az Azov, ez nagyon tetszik. Szerintem, hogy hát kókot nem tudom. Látom. Itt kell... Oh, itt még nem ajánlott... igen. Itt még nem alértem, mert nem jobbra, igen. Ez még nem az. Valahol kéne lenni egy útnak. Az? Az ott? Nézd? Nézd babám! Az ott. Jó. Ó, fölmegy ez mindenhol igazából. Hána tudjuk, hogy merre van az. Fura egyébként, de én azért nem érzem annyira, hogy itt olyan veszettül rá kéne feszülni arra, hogy hol, mire van éppen specializálva a trackod. Mert már tapasztalt. Tudj. Hát, én inkább úgy látom, hogy gyakorlatilag mindennel megyünk mindenhol is. És így végül azért eljutunk igen. Mindenhova. Mondom most, amikor éppen elakadtam a horonommal. De tényleg egyébként azért eléggé sokat mentünk. Szerintem azért van ez. Ez egy nagyon takarékos autó, ez nagyon.
ezek a hirtelen nézetváltások, amit csinál. Hát, ez itt ki? Ez itt te vagy a krokodillal? Igen, igen. Ott lehetem minden a service per perc. És ezt mire akartam használni? De én ezt most akarom, én azt a küldetést akarom csinálni, amit most éppen te kezdtél el. Ez azt nem éppen most kezdtem, azt már mondtam, hogy negyed órája, hogy ezt azt fogom csinálni. De én is azt mondtam, hogy ezt fogom csinálni, Amber. Na jó, igen. Akkor szinkronizáljunk. Kell valamelyik service per part? Kérdés nagyon jó. Nálad akkor van kettő. Van kettő. Nem. Ha csak nem főküldi. Nem kell, jó. Long log, medium log, visit bunker, se rossz. Nem. Sajnos nem. Egy erős nem. Vár. Jó, de te amúgy is. Na mindegy. Úgyse férne föl rá kettő, ha csak nem darúzod. De pont ezt mondtam neked az előbb, hogy basszus, megyek másik trackkel, mert nem fér el föl két darab service pepper. Akkor pont ez e fölött elnéz, és nagyon elmondtam. Te picikét nagyon. Na jó, akkor nézzünk egy más küldit. Meg kell kiállni itt Andor elől először is. Most itt benn vagyok a hóba, és ott nézek vele éppen farkas szemet, tehát most kiállok, hogy el tudjam menni mellettem. Kéne mennünk. Egymásra dudáltunk, éppen ő is a krokodillal van, megjegyzem éppen. Jó, akkor én most megállok itt szépen a habas tajgán, a messzeségben, éppen powerline, meg egy alállomás. Ja. Festői. Mondhatnunk festői. Toba festői. Na akkor nézzünk valami küldit. De igen, ott powerline. Price of victory. Metal detector vagyunk. Szuper. Itt nem. Maradj, tud. Csak nem merülünk el a hóba. Ugye? Ugye? Ajaj. Mondtam, ugye? Na hát figyelj. Azért van, mert ilyen teljesen fanmentes helyen mész. Hát jó, igen. Az a domboldal ott kicsit ilyen volt. Nekem is az a része, ahol itt szándékoztam el. You know fucking what? Akkor én nézem a Sides of Military Glory nevezetűt, jó? Jó. Azt ne csináljad. Melyiket csinálod? Jó, nem. Amikor a bunkereket kell meg... A bunkerekhez kell oda megbunkolni. Bunkolni, ja. Az enyém bizony. Hű, tudács! Későn vettem észre, hogy neki rohannak egy ilyen óriási nagy valaminek. Te kellene, nem tudom neked adni waypointot, hallod? Nekem miért akarsz waypointot? Akkor mondanám, hogy ha már arra jelsz, akkor menjél már, nézd meg egy dolgot nekem. Egyébként tudsz. Megmondod, hogy hova menjek. A bunker ZB-1017-hez menjél. Nem tudom, hova mész most egyébként. The Price of Victory? Nem. Nem, de ez a te Supplies Delivery-t csinálod? Igen, de be tudok ugrani oda. Nem teljesen arra van ez a helyzet. Figyelj, megyek én a krokodillal. Oda a ZB-be föl tudok ugrani. Figyelj, de a 17-es végűhöz föl tudok menni. Na, de nem kell, mert a 18-ason megyek én úgyis, úgyhogy... 18-ashoz mész? Jaj, ahhoz úgyis megyek. Jó. Na hát akkor menjünk a krokodilba. Figyelj, de itt a 15-ös végűhöz föl tudok húzni, úgyis itt megyek. Na, el. Na oda viszont, ha mennél, az Uber lenne. Jó, azt úgy beejtem. Ha beledöglök, akkor majd mentesz, jó? Nem, majd hogyne. Mi vagyok én, szép gép? Na, ezt miért nem fogtam meg? Na, menjünk akkor. Hogy az... Jó, menjünk. Ezt miért nem tudom megfognia? Na jó, kevegérre. Jaj.
Hallod, ez egy glitch. Mi? Hiába fogom meg ezt a waypointot. Aha. Szétszedi a waypointjaidat, ez állat. Nem tudom fölvenni ezt a waypointot. Jó. Szerintem akkor törlünk minden waypointot. Jó. Reméljük nem jár a motor most. Krokó. Amúgy tényleg jó az a krokodil. Ja, hiszem. Na, itt vajon. Nem látom, hova kéne vinnem azt. Ja, mert... Így jelünk bele óva, egyenesen. Ah, és kell, barátom. Na jó, akkor most egy picit gondolkodunk, mert tovább nyomjuk a gázt. Gondolkozunk, Béláim. Milyen jó lenne, hogyha nem a fő rengetegbe tenném be a waypointot. Hozzuk. Akkor ebben semmi kivertem lenne, hogy eljuss el oda, nem? Há, igen. Nem baj, jó lesz ez. Rollercoaster, úristen, hogy beborulok az árokba alatt. Ja, a fehér jég az törik be alattad. Azt észrevettem, igen. Jéppt! Így. Volt egy, az jó lesz. Nem menjék Hammerrel utánod? Ne. Ne. Na, én most itt találtam egy tudom, hogy már hidat. Van vízes tapasztalata bőven. És akkor valahol oda kéne fogod menni. Hopp! Törik! Nem törik. Mindjárt. Oh boy. Most... Valaki van itt a környéken. Nem, csak a jég volt. Oké. Okay. És itt a bunki. Nem áll. Nem tudom, hogy ez a krokó. Nem áll. Tud valaki segíteni menteni? Úszunk, barátom, úszunk. Na jó, hát akkor megnézzük, hogy hol vagy első kanyarban. Nem vagyok messze a garázstól, várjál. Ha de várjál. Ha de val. Ott van egy vorongrád, az a tiéd? Az az enyém bizony. Na figyelj, vigyed, hogyha akarod. Aztán húzod ki magadat vele. Hoppa, becsütsenek, jó? Próbálom nem magamba. Be my guest. Azt jól emlékszem, hogy a high-ba alacsonyabb a fogyasztás? Igen. Jó, akkor megyünk high-ba. Mehetünk volna a jégre. Nem ja, csak hányban induljunk el. Szerintem a krokodilnek ez a trükkje egyébként. Hogy? Mert egyébként a fogyasztás az pocsék. Viszont high-ba kell vele menni, és akkor jó lesz ez. Na lehet. Basszom. Egyébként egy ilyen nagyon zömök kis cucc ez. És igazából jól megy. Te is sárgára festetted a terrót. Én nem. Ho-ho-ho! Ja, voront, az lehet. Ujjjjj! Bocsi!
megtöröd, hallod, fizeted, érted? Így is tartozom egy asztallappal. Hogyan? Háj! Háj! Finetú! Ó! Jó, hogy ezen nem látszos gumi van? Hát leestem a hegyről. Úristen, leestem a hegyről. Igen. Ezen meg nem láncos gumi van. De azon láncos gumi van. Ezen. Azon láncos gumi van. Tehát ne vagánykodj egy a driftelésről. Hát csak azért gondoltam, mert ezért... Felfüggesz és ember megszakad, aztán vehetek újat, és mégis mi? Hát akkor egy szegény krokit ez most éppen ikebereljük. Leugrottam bele a hídról, csak nem volt hova. Igen, hát nézzük ezt a motort, ezt váltsuk le, mert... Ja. Reket. Szed. Nézzük valami más. Jó, mint van. Ilyen. Ocsi. Ez meg hogy került hozzám? Egyébként ez is egy krokodil, ha úgy veszük. Ah, jó, ez. Van egy Derry Longhornom is. Jó, és itt hol lett van? Nem kell feladni. Na jó. De nézzük meg, hogy mindent itt van, de most tényleg. Hmm. Jaj, tényleg, hogy nekem még nincsen azovom, tudod? Miért nincs? Mert nem vettem. Meg hát ugye nekem nincsen semmi DLC-m, úgyhogy nekem alapból sincs. De melyiket javaslod? Ez a 42-20 taktik. Várj, ez kicsi. Vagy inkább a 64-31-es? 64-131. 131-es, igen. Azzal megyek. Nagyon lassú, de nagyon takarékos. És ne sárgára fejezd, mint én. Jó. Basszus, itt tagcsapdák vannak. Ez a 42-20 Antarktik. Ez is tök jó. Igen, jól néz ki. Itt hogy kéne fölmenni? Diploki az változtatható. Csak ez jó, figyelj, én ezt nem fogom tudni csinálni. Hát itt... Azt sem tudom, hogy hol lehet... Ott lehet fölmenni. Na jó. Lásd, kivel van dolgod. És ez a Kolob 74-760-os. Itt van valami ez hely, amit föl kell fedezni. Tudod? Ez lehet, ja. Krokodil. Ilyen van egyen. Hát a Tigert hadd nem mutassam be. Miért fel kell felső tatarja? Ilyen van, akkor rádom is. Tök jó a zene. Igen. Hogy tényleg megrakodva kell ide fölmenni. Na jó. Na. Te most autóba fogyaszt ilyen 8-at? Há? Oké. Okay. Jó, de cserébe meg mindenhol elmegy. Nekem van itt Scrap 800-asom. Hú. Hú, de jó, hogy láncos gumi van rajta. Nem... Nem menni ebben a másképp. Most barátom. Itt? Ja. De most ti... Ide. Nézd már meg, hol vagyok. Sevi Apache, ez de komoly. Nézd már meg, hol vagyok. Csinálok neked. Látom. Csak nekem. Csak most. Uh-huh. Figyelj, ez scoutos történet lesz itt. Igen. De nem akarok mindig scoutolni, szállítani akarok valami, mert fucker. Úristen, már fél 12-től a basszus. Na hát jó, még egy
mivel menjek valót. Jó, figyelj, ezt majd te megcsinálod, jó? Ezt a scoutos történetet csináld meg. Jó, megcsinálom a scoutos itt a tatarimmal. Ne, kicsivel, kicsi keskenyel. Kicsivel, jó. Tatarinnal nem mészem. Na akkor mi lehet ez? Hammer szerinted itt elmegy? Nincs szöges gumia. Szöges gumi, vagy láncos gumi kell mindenféleképpen. Ne szívassál már. Komoly. Na hogy ne lenne láncos gumia? Van. Hát van. 39 szolos. Jó. Ugyere azon. Ez tetszik. Most nem tudom, benyújtál, nyomtam fel. Mert egyetlen egy út vezet föl, egy keskeny, és az egész egy nagy jégfolyás. Jég átfolyás. Jut eszembe, jó, azt akarom is kérdezni, hogy a scoutokkal hogyan állsz? Hogy a izi tatarim van, meg a hammer? Van egy tatarimom, hammerem, itt loadstarom, Chevim, International Loadstar, Chevy is van egy. Ugye, én nekem minden, ami lényeg van. Meg egy 800-asom is van. Hm. Ha. Hogy mondjuk hol, azt nem tudom, de azt mondja a lista, hogy ennek van. Na hát akkor egy hammeres kaland, kedves mindenki. Menjünk egyet hammerrel. Láncos gumis hammer. Ahogy érzem, elég lassú egy autó. Így, de... Jó, szóval pont viszont jó, kanyarodik. Hát akkor a... akkor szokásunkhoz híven akkor a híd alatt? Jaj, under the bridge. Sometimes I feel like I don't have any fun now. Jé, nekem most itt autóban ilyen 5-öket, 6-okat veszük. Mit viszel? Erről ki kell jönni? Jó. Szolgoztó. Andor, le. Kerülj stúlj. Erre kéne, akkor megvan. Gondolom. Jó, az itt. Mi mondom, én már ilyen örökös scoutos leszek. De mi hammer, kám? Ne csináld már. Neked bejön amúgy a hammer? Hát... összintén. Ez pont olyan, mint amikor el akarsz beszélgetni egy alfással, hogy elnézést az alfásokból, de... hogy miért szeretted az alfát? Hát bejönni a hammer, figyelj, őszintén most meg vele először. Ja, azt hittem, hogy a rutinos használója vagy. Ja, hogy nem. Gergő szereti a hammereket. Ha. Egyébként elsőre nem rossz, tehát jó, kanyarodik, így vissza, ugye az emelt suspensionnál egy picikét magasabb. Hm? Magyartam, ez azért fontos, ugye, mert... általában ez így szokott történni. Nagyon okos dolgot mondtam. Ez azért fontos, mert így kicsit borulékonyabb lesz. Hálas. És főképp ugye van roofrack is rajta, úgyhogy különösen borulékony, mert scoutról beszélünk, ezért az autonom winch-e lesz igazából nem egy gond. Ott jön. Ne, az egy parönk. Rossz tapasztalataim vannak a parönkökkel. Geronimo! Ez itt ennyi volt. Jó. És akkor most hova kéne? Oda. Mire hasonlít ez a zene, úristen? Lehet, hogy nálad más zene van, mint nálam. Nekem ilyen nagyon ilyen beszállt, már ilyen kiúros. Hú, és itt egy trailer store. Nézd már. Hú. Itt, ahol épp vagyok. Ja, tényleg, én nagyon nem ott vagyok, úgyhogy én ezt nem élvezhetem ki, ezt a trailer store-t.
Na, meg lehet. Hát, szerintem én sem nagyon, mert erre még nem fog rámenni semmi. Gyerök, ködös kár. De mindjárt megfogjuk. Gyerünk már, édes szívem. Túrjad már a sarat. Úristen. Van sár. Biztos, hogy az a pályán vagy? Jaj. Na nézzük, ráfére. Szerintem nem fog rámenni. Erre így itt másik bármit is rá tenni. Jó, semmi baj. Ez idegőrlő. Kellemetlenségét, elnézést kérünk, és kiszámlázzuk. Hoppa, 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 hoppa. Igen, én itt egy balra kanyarodtam magamnak, úgyhogy... szerint... de jó kanyarodik a Hammer. Ezt most így amúgy minden szarkazmus nélkül mondom. Hogy tényleg? Akkora kanyart vettem be. Igen, tényleg jó kanyarodik a Hammer. Csak egy akkora kanyart vettem be, amikor nem kellett volna itt. Jó, hát mondjuk az azovok után nem... nem nehéz rácsodálkozni, hogy basszus kanyar! Na most egyébként nekem is a, igazából a Tatari után... hát az jaj. Ott, és annak is egy kanyarodási képessége azért teknős békáival betegszik körülbelül. Hát igen. Hát akkor megint ástunk. Jó. Fontos, hogy, aki ás, az bésen is. Na, kicsit is ferdén diagonálban megyünk úgy. És hirtelen a kamerám is meghűl. Mit csinálsz? Köszönöm. Nem. De most mit akarsz odarúzni? Nem tudom, én véletlenül rányomtam azért ezt a ja, okay. Train módra. Tűha, itt most mint átmegyünk lavinába. Juhu. Lavina vagyok. Kicsit vissza kellett vennem az egeret. Azaz. Egy dolgot kell találnom. Bolkozunk. Azok. Ne. Hát. De. Jó. De most ez komoly. Jó van. Oh Jesus. És ilyenkor nincs bent Andorra az ébe. Tudna helyesen mondani. Uh-huh. Nem, ez már nem Michigan. Nem sem vészes. Térképpen patma. Látszódó. Azó, ezzel Iradra, is megküld. Az szép lesz majd. Van ez a repülőgépes küldetés Inaldrán, és ott, hogy gyakorlatilag oda jussál a repülőgéphez, hogy te ott bármit is csináljál. Na neked már ott ahhoz is szenvedni kell. És megvan az első bunker, ne szívasd. Meg le? Most ásrom éppen oda be magamra. De nehogy már itt akadjak el, hallod? Ugyan. Jó. Egyes bunker megvan, most meg kell kinek kiparolni. Egyáltalán hova faroljak ki? Tehát mivel? Ott hagytad a varonomat. Ott? Nem kellett volna? Közepiben. De, átszállok bele. Jó. De, majd a fiam Istenem. Ez itt egy út. Igen. És még kiváltja, vagy legalábbis csinálom magunknak egyet. Ha jó, ha nem jó. Béka. Béka. Nadod. Ha jó is béka. Hű. Biztos? Nem. Hoppá. Csak úgy dől a lé. Meg egy falu. Köszönöm, Andorom. Köszönöm szépen. Hirtelen 27-es rang. Hát nem erre kellett volna jönni. Nézd csak meg a... Itt le lehet valahogy bucskázni szerintem. Vissza kell oda mennem, úgy oda is. Ojo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 j. Ó, basszus. Yes! Végre egy kis sár, van itt sár, képzeld.
Na hát én is elsüllyedtem ugyanott, ahol te elsüllyedtél az azokban, csak én a baronnal süllyedtem el. Menjek valamivel? Aha, szóval ez az a gég, ami betörik alattod. Igen. Nem kell, megyek a Hammerrel, amit hogy ezzel recoverelek, mert... Mégis mi a szart csinálják vele, most komolyan. Bármit, amit csak szeretnél. Ki ez a 2016-os Akteon? Nem én vagyok. De jó, bloody terror, az mi azok? Ez egy... Oho! Ez az, Erika, vereljük, hallod? Küldi. De figyelj, itt van egy 2016-os Akteon. Én ezt recoverelhetem? Nulla üzemanyag van nyugodtan benne. Nyugodtan. Nagyon sok recovery mission. Te tudod recoverelni. Simán a térképen bele tud csücsülni. Ha? Az a 2016-os, azt recoverelted. Oké, okay, benne vagyok. Na. Átnyomtam. Mi az össz ez? És ez mi? Ez egy off-road valami. És innen, hogy a bánába tudok kikeveredni. Ott végtan. Ez jó lecsinál valamire? Hát én ezt most meg nem mondom neked. Hát jó. És, na jó, ebben majd máskor foglalkozunk. És próbáljunk meg eljutni a küldetésünkhez. Andor, gyere föl még mindig Discordral. Sok-sok kérdésünk van. Papa, kezdődik, gyere. Most papa kocsit hajt. Én már elbúcsúzom. Na, hogy vagy? Ilyen hamar? Egyrészt már 3-4-12-ben. Másrészt meg én ezzel a hammerrel nem fogok tudni visszavergődni oda, hogy felfedezzem a többi bunkert. Nem csak úgy, hogy miért ez egy dolog. Dehogy tudom. Az, ami legeronimoszt, amit leítőd, az, hogy nem fog tudni ezzel fölmenni. Mert ezeket vincs kéne, és itt nincsen vincs. Úgyhogy hard módba nem hammerrel megyünk ide. Nem. Pedig föl vagyunk valamit, ami kibontatja meg a kocsit, amit belementünk. Ez már jó van. Ja. Jó éjszakát, jó pihenést. Köszi, köszi. Hát én még szerintem nyomom egy ideig. Jó van. Na, megnézzük, meddig jutok. Ja. Meg hogy Andor meddig lesz. Bezem. Hát, ha esetleg följön Encore-ra. De nem? Ja. Discord-ra. Jó van, na. Akkor gutanában jó éjszakát. Jó légy. Sziasztok, szia mindenki, jó éjszakát. Hello, a jó pihit. Azon vacilálok, hogy át lehet menni. Ó, anya, van út. Állj! Állj! Van egy út. Egészen arra. Hányok, hogy megjegyzem, Andor itt van Discordon. Tessék? Andor itt van Discordon, csak teszek bele szó. Le van mute-olva a mikrofonja? Én nem tudom, csak nem beszél. Ah, makacsit srác. Az. Végül is így két óra után. Hányok. És miért most kezdenél? Milyen jó, hogy észrevettem ezt a kis rövidítést.
Ezek még azért nem mentem végig rajta, nem tudom, de... De jónak tűnik. Itt fenyőt kiviszünk, de... Még talán belefér. Jó, ez nagyon jó, nem kell kerülni a félvilágot. Az ott... Állj, az ott az út. Nem. Félhetően. Még mindig oda kell eljutnunk. Valahogy. Ja. No, nem már. Ez a pálya tele van egy kihívásokkal. Uh-huh. Nem egy Michigan. Hát majd inaltál rá, és akkor majd különösen pláne. Ja, adottam két. Hű, összesen mentem 8,7 km. Egész végig? Egész végig. Ez út, nem? Az. Még egyszer? Szerintem volt, hogy fejük ráírni, az az út. Az mi? Nagyon halkan hallott. Mondom, szerintem volt, hogy fejük ráírni, hogy az az út. Az mind. Az ott mind, ja. Nem. Ide. Nem. Jó, és hülyeség volt ide följönni, mert a jégen el lehetett volna kanyarogni szépen. Nekünk kell a kaland. Tele vagyunk, tettány. És a szára nem mi? Hol lakint? Hát, az ott leút. Hupci, hupci. Tényleg azt majd még meg kéne dumálnunk, hogy a rocis videót mikor csináljuk meg? Itt vagy még? Vagyok, vagyok, vagyok. Mert elméletileg jövő hét pénteken megérkezik az a kis távtartó, ami megold minden problémát. Hoho! Állj! De nem megyünk, csak így át. De a tatarink ellene. Basszós. Jó. Ezt láttad? Nincs lehet? Úgyhogy, na mindegy. Van egy kisebb öböl, amiben be kéne hajtanom, és azt hittem, hogy ott lehet menni, de nem. Szóval hamarosan megérkezik az a kis... Látom, mit mondasz. Látom, mit mondasz. Ugye? Nagyon nice. Aranyos, kukisány. És akkor azért is csináltam meg egyébként ezeket a Cinebench teszteket. Uh-huh. Akkor majd egyrészt megnézzük, hogy mennyi pont, meg mennyi hőmérséklet. Ja, ezt beszéltük ma. Persze. Ja, jó. Majd is már... Vaj! Most így jön is. Ezt... És itt kéne átmennem evel a csöpp is törpével. Már csak egy kis jég hiányzik. És highway gumi. Hú, bejön. Jó, beülök a terrorokon, hogy látok valamit. Mert kéne vagy nem kéne mennem.
Ha, jó. Ó. Mekkora? Van felettünk valami. Beleért sarka. Vagyunk a festői tengerpart. Jó. Tengői festőpart. Azaz. Van egy növém, ahol? Ja, lehet, hogy itt is föl lehet volna vendőzni. Nézzük, hova gyan tovább. Aha. Basz, meg is ott voltam. Ott voltam. Jó, szerintem azt még meg tudjuk csinálni. Na. És ott nincs rövidítés. Igen, ott menjünk. Azokkal vagy. Ez egy konténer. Megfogd egy kő. Oké. Egy ilyen átgondolás az érdekes. Még gyanús lehetett volna, hogyha már ott vagyok, és nincs ott még egy világon sem, akkor biztosan ilyen látogatós kultinek a vége van. Valami. Menni. Ez volt. Ah, ebből tanulva viszont megnézzük, akkor ott többet. Csak egy van hátra. Hú, a standard megcsinálja, de jó. Ilyen. Ilyen. Van egy út, ott is van egy út. Ha már erre járunk, csőrünk. Ilyen fordulókörről érdekes lesz. Tudom, ez ilyen scout. Nem?
Majd. Van egy scout elférő, akkor az a is. Köszi, Andor! Kösz, kösz, kösz! Gyors kérdés. Igen? Da Vinci-be be lehet állítani azt, hogy kikapcsolja a gépet, miután megcsinálta a dolgát? Nem. Legalábbis én nem tudok róla. De miért? Hát üresben nem fogyaszt sokat. Mire gondolsz? Teljesen más. Számítógép üres járatban. Értem, csak ez a minek pörögjön, hogyha nem azt lehetődött. Hát, így igább letölti a frissítéseket. Hát jó, boldog vagyok, érted? Hogy nem, tehát, hogy nem szeretném azt, hogy bármilyen, akármilyen hackerek így eljátszorozzanak vele, tudod? Gondolod? Hát, kénytelen leszek elővenni a készletetet, shutdown izémet. Oda el kéne menni. Basszus. Na jó. Ez a secure container. Ja, megnézzük, hogy mekkora az. Odaig megpróbálunk eljutni. Azon kell haladni. Nem tudok egyébként ilyet, viszont a Da Vinci-be én most összelőttem a YouTube-bal azért. Vasat. És nagyon jól feltölti. Ezt mondd még egyszer. Tehát, hogy be tudod állítani az accountok között a YouTube-ot, akkor hogyha végzett a renderelés, hogy ezt automatikusan feltölti. És meg kell adnod neked, hogy... Nekem ne. Beállítom az ötlet. Mit kell megadni? Mit tett meg, hol adod ezt meg a YouTube fiókodat? Hát be lehet állítani a beállítások között a YouTube accountot.
amikor végzett a renderelésel, akkor oda is oda töltse fel. Ezért az hasznos. És akkor már is van értelme menni hagyni a vasat. Na jó, tényleg elköszönök, jó visszaket, jó pihenés. Neked is, jó légy. Halli jó. Hellóka. Mi a hagyó? Ja, az ott... Ha. Ja, hogy azt föl kéne ott tarúznunk. Elindulni vele. Ja, jó. Na jó, hogy ezzel jöttünk végül is. Megyünk, amíg még van benzinünk. Nézzük, hogy hova kéne ezt elvinnünk. És melyik küldetés ez egyáltalán. Igen, ez az. Jó. Arra. Ott le. És nem tudunk fölvenni. Az ott mi? Service trailer, nem is az is. Jó. Hát. Gondolom, Andorom, nem akarsz megindulni felé, megy még egy maintenance trailerről. Boldoggá tégy. Hol az út? Nem ez az út. Nem lehet az út. Éh?
szép tankon. Nem a harc. Akkor ezzel idáig jutottunk. És akkor visszamenjünk a garázsba valamiért, amivel... Vagy mi? Amivel ezt... És van benne elég nafta. Az egyik sem olyan. Ez különben is megtalmas. Storage-ban nincs, hogy... Valami? Ezt a színt javítjuk gyorsan. Sárgára. Trendi sárgára.